Kedves gyerekek, kedves szülők, kedves vendégeink! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Berettyóújfalui Tankerületi Központ tankerületi szintű tanévnyitó ünnepségén. Külön tisztelettel köszöntöm Szegi Emmát, Kaba város polgármesterét, Majosi Pálmát, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ igazgatóját, köszöntöm a tankerület településeiről érkező polgármester urakat és asszonyokat. Köszöntöm a tankerületi iskolák vezetőit. Külön szeretettel és tisztelettel köszöntöm Janka Zsoltnét, a Kabai Voda igazgatóját, aki elkísérte elsőseinket. Köszöntöm iskolán közösségét folyamatosan segítő Sári Gusztáv Általános Iskoláért Alapítvány kuratóriumának vezetőjét és a szülői munkaközösség elnökét. Kérem, ünnepségük kezdetén közösen énekeljük el a himnuszt. Kedves vendégeink, felkérem Szegi Emmát, Kaba város polgármesterét, köszöntse vendégeinket. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégek, tisztelt pedagógusok, gyermekek és kedves szülők! Először is engedjék meg, hogy a köszöneti legyen az első mondat. Nagyon nagy tisztelettel megköszönjük, hogy erre a rendezvényre ma éppen Kabán kerülhet sor, amire mi most azt gondolom nagyon-nagyon büszkék vagyunk, és egy kicsit még inkább kihúzzák a gyermekek magukat a sorokba, pedig máskor is nagyon fegyelmezettek, ezt hozzá kell, hogy tegyem. Igazából ma egy tanévnyitó, egy új fordulat ismét az életünkbe. Mindenkinek másképp. A tankerületnek nyilván tovább tennie kell a dolgát, mint ahogyan eddig is tette, és én itt engedjék meg, egy kis személyes megjegyzést tegyek. Tankerületvezető asszonynak nagyon nagy tisztelettel szeretném megköszönni azt a fajta hozzáállást, amit zárójelbe jegyzem meg, aki engem ismer, az tudja, hogy azért voltak kétségeim, mikor a tankerületek megalakításáról volt szó. De az idejében történt egy olyan dolog, amikor
éppen Sápon úgy tűnt, hogy talán Sáp elveszíti az oktatást a településen, és a Kabaváros önkormányzatának képviselő testülete a véleményezésében megszavazta, hogy mi szeretnénk, ha ez nem történne meg Sápon, és így is lett. Én szívből köszönöm ezt az intézkedést, mert szeretném azt mondani városvezetőként, hogy ahol az oktatás elesik, ott a települések is elesnek. És ez a kis településeket sajnos egyre inkább fenyegeti ez a veszély, és én a döntéshozókat is folyamatosan próbálom felhívni erre a figyelmet, hogy a kis településeket meg kell menteni, mert ha ezt nem tesszük, akkor a jövőnk egy részét fogjuk elveszíteni. Ugye pedagógusnak lenni egyébként sem könnyű feladat, azt is azért hozzá kell tenni. És valljuk be őszintén, hogy minél kisebb egy-egy település, talán még nehezebb is a dolog. Gyönyörű hivatás a pedagógusi hivatás, de nagyon-nagyon nehéz, és azt is meg kell mondjuk, hogy talán egyre nehezebb is. Változnak az idők, változik a hozzáállás, és én azt gondolom, hogy nekik helyt kell állnia néjuk nap mint nap ebben a nagyon nehéz hivatásban, amit mi nem tudunk eléggé soha megköszönni. Mi az önkormányzatunk nevében azt gondolom, azt elmondhatjuk, hogy mi megpróbálunk mindent itt a tantestületnek segítséget nyújtani az év minden napján, hiszen azt gondolom, hogy attól, hogy tankerületi szervezettségben folyik az oktatás, ők a mi gyermekeinket tanítják, és nekünk azért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ez milyen színvonalú oktatás folyik a településünkön. Én szeretném megköszönni a szülőknek, akik a gyermekek biztos hátterét biztosítják az oktatáshoz, és ugyanakkor mindig meg szoktam fogalmazni azt a kérést is, hogy az oktatás önmagában nem az iskolában, nem az óvodában kezdődik el, hanem az igazi oktatás az otthon az első nulladik perctől kezdődik. És ha sajnos ez nem így történik, akkor hiába várjuk az oktatási intézményektől a megfelelő választ a gyermek nevelésében. Úgyhogy én azt szeretném mindenkitől kérni, hogy ez egy együttműködés és közös munka legyen, mert csak csapatban lehet ezt a nagyon nehéz feladatot elvégezni, és akkor fogunk sikereket elérni. Mint ahogy én azt gondolom, mi ezt Kabán bizonyítjuk, mi rendkívül büszkék vagyunk rátok, gyerekek. Én szeretném itt megragadni az alkalmat, megköszönjem minden intézményünknek, hogy a nyáron a nyári felügyeletet hősiesen biztosították, és azt gondolom, akik itt voltak nyáron, azok nagyon sok élménnyel gazdagodhattak. Köszöntöm a kis leendő első osztályosokat, most még nem régen gyönyörködtünk bennetek, ahogy ballagtatok az óvodából, a nagyon színvonalas műsoraitokkal, és én kívánok mindannyiótoknak egy nagyon sikeres tanévet. Szoktam mondani, hogy ilyenkor még nem tudjátok, hogy igazából majd később hogyan fogtok ezekre az évekre visszagondolni. Ez majd akkor fog bekövetkezni, ha elértek abba a korba, bár még most bele se gondoljatok, mint mi. De ha majd eléritek ezt a kort, és akkor majd jussak eszetekbe, hogy én minden évben, amikor engem valaki megmer kérni, én el szoktam mondani, hogy én pontosan tudom, hogy ki volt az első tanítóm, Váradi Zoltánné, Isten nyugosztalja, aki olyan hatással volt az életemre, mert ahol elindulunk, azért valljuk be őszintén, meghatározza az egész életünket, hogy én még élek, örökké hálás leszek érte. Kívánok nektek nagyon sok ilyen pedagógust, akikre mindig emlékezzetek majd akkor is, ha ezeket a falakat elhagyjátok, de addig is sikeres munkát kívánok nektek, és minél jobb bizonyítványokat a év végére, látjátok? Már én sietetném, veletek vagyok az évet, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és minden pedagógusnak is kívánok sok erőt és kitartást ehhez a szép nemes feladathoz. Köszönöm, hogy meghallgattak. Gyányiné Székely Viola főigazgató ünnepi beszéde következik.
Kedves diákok, kedves szülők, kedves vendégeink, kedves kollégák! Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit rendhagyó, tankerületi szintű tanévnyitó ünnepségünkön. Büszkeséggel tölt el, hogy az idei tanévben 342 tanuló, köztük 52 első osztályos kezdi meg tanulmányait iskolánkban. Abban az iskolában, ahol a régmúlt emlékei és az új innováció keveredik. Büszkén nézegetjük elballagott diákjaink fotóit, volt pedagógusainkat, akik példaként állhatnak előttünk. Elsősorban névadónk, Sári Gusztáv, aki mint pedagógiai szakember módszertani kérdésekkel foglalkozott, érdekelte a tanítás-tanulás minden aktuális kérdése, a tanulóközpontúság, a tevékenykedtetés. Kipróbált nevelési elvekkel és módszerekkel, leszűrt pedagógiai tapasztalatokkal gazdag tárházat hagyott örökül részünkre. Ezzel ösztönözve nevelőtestületünket arra, hogy egyre gyakrabban jelentkező új pedagógiai módszerek, lehetőségek, új eszközök alkalmazását vezessék be mindennapi munkájukba. A mai nap 3 évfolyam tanulóinak kulcspillanata. Kis elsőseink vidám iskoladallal vonultak be, és a mai napon végre iskolásokká váltak. Tele vannak várakozással, izgalommal. Meglátják majd, mennyi kincset rejtegetünk számukra. A már jól ismert tanítónénikkel érkeztetek, akikkel együtt töltötték már a gólyanapokat. Az első osztályt Tanka Györgyné tanítónéni, az első B osztályt Erdeiné Bagírén tanítónéni fogja vezetni. Külön köszöntöm azokat a szülőket, akik most először állnak, gyermekükért aggódva, félve iskolába lépésük küszöbén. Bízzanak bennünk, tanítókban, tanárokban, segíteni akaró szakemberek vagyunk, mert közös a célunk. A gyerekeknek a legjobbat akarjuk. A következő korosztály az 5. osztály, aki kirepült már a tanítók szárnyai alól, és mostantól felső tagozatos diákok lesznek. Új kihívások, új tantárgyak, új tanárok, új osztályfőnök vár rátok. Köszöntöm az 5. A osztályt és osztályfőnökét Hajdú Károlyt, akinek ti lesztek gyerekek az első osztálya, hiszem, hogy sikeresen vezet majd benneteket a felső tagozaton. Köszöntöm az 5. B osztály osztályfőnökét Németiné Zsirmanenszki Ritát és az 5. C osztályfőnökét Bagi Lajos tanárurat. A 8-osainkra is jellemzően kiemelt figyelmet fordítunk ebben a tanévben, hiszen a továbbtanulás a felvételi előtt állnak. Mindent meg kell gyerekek tennetek azért, hogy a legjobb eredményeket érjétek el. Kívánok nektek a tanévhez sok erőt, kitartást és szép eredményeket. Megfontolt pályaválasztást. A többiekhez is van pár szavam. Kedves gyerekek, megérkeztek a tankönyvek, megérkeztek a tanszercsomagok. Felfrissültek, megújultak a tantermek, minden készen áll az fogadásotokra. Búcsúzzatok el az öreg nyári vakáció barátotoktól. Az előttünk álló 183 tanítási nap munkaterve elkészült, és állíthatom, hogy a nevelőtestület éves programja tele lesz értékteremtő, környezetvédelmi, egészségmegőrző, kulturális, művészeti és sporttevékenységgel. Testületünket két új nevelő fogja erősíteni, Szandai Kázmér tanárúr fizikát fog tanítani, illetve Kígyósné Cibere Szilvia tanárnéni testnevelést. Kedves szülők, fontos számunkra, hogy a diákok nap mint nap szeretettel jöjjenek iskolába, és tanulásra motiváltak legyenek. Ehhez várjuk az önök segítségét, együttműködését. Az iskolánk közösségének minden tagja nevében szeretném megköszönni a fenntartó tankerületi központnak és Kaba városának, az önkormányzatnak iskolánk támogató munkáját. Minden kedves diákunknak, iskolánk alkalmazotti közösségének a munkájához sok erőt, egészséget, türelmet és kitartást kívánok.
tanévnyitó ünnepi műsorunk elején kérem hallgassák meg Balogh József Kedves vakáció barátom című versét. A verset elmondja Kis Boldizsár 5. A osztályos tanuló, felkészítő pedagógus Kisné Szabó Melinda. Balogh József, kedves vakáció barátom, komolyan mondom, szégyelletnéd magad. Június közepén mellém szegődtél, barátokká fogadtuk egymást, s lám 2,5 hónap után megtagadsz. Tudom, jövőre ismét eljössz, megígérted a búcsúzáskor. Nagyon jó volt veled, pedig anyuik mennyire izgultak, amikor megérkeztél. Mi lesz a gyerekkel? Okosszunk a nyakába kulcsot, küldjük táborról táborra, vagy fogadják felváltva a nagymamák. Szóval szörnyű családi vitákat okozták, kedves vakáció. Én magamban mégis nagyon örültem, mert tudtam, te minden gyereknek a legjobb barátja vagy. Tanév végére bizony alaposan elfáradtunk, és nem csak mi, de a tanáraink is. Ők, nekem elmondta az osztályfőnököm, épp úgy vártak, mint a diáksereg. Kedves vakáció, tudatom veled, mindenre te sem figyellett oda. Az összes gond megoldódott. A nagyik szívesen fogadták az ő aranyos csillagukat, a szemük fényét, vagyis engem. Képzeld, megtanultam úszni úgy, hogy egyszer sem fulladtam meg. Uralkodásod ideje alatt kiváló famászó lettem. Bár anyuék maradi nézetei szerint a nagymamáik idegeire többször másztam fel. Kedves vakáció, egyre bölcsülő eszemmel nagyon jól tudom, a te időd sajnos lejárt. A naptárpergető idő nem ismer könyörületet, s akkora hatalmad még neked sincs, hogy legalább októberig maradhass. Köszönöm, hogy közel 80 napig jó barátok lehettünk, s ez a lényeg. Te most majd békésen telej át, s az új tavaszt várd annyira, mint mi. Drága vakáció, a suli, írókezekre vár a kréta, könyvek olvasókat remélnek, padok elárvulnának, s a füzetek sem akarnak üresen maradni. Isten veled, vakáció! Vigyázz magadra, mert 10 hónap múlva megint nagy szükségünk lesz rád. Aztán majd időben küld ám el hozzánk a kis testvéreidet, a téli és a tavaszi szünetet. Ők is jó fejek, de a legjobb fej te maradsz mégis. Kedves, öreg, nyári vakáció! A zeneművészeti növendékek műsora következik. Hallgassák szeretettel Furulya tanszakos növendékünket. A Green Leaves című Furulya játék következik. Előadja Virág Letícia Eszter, 6. A osztályos tanuló. Felkészítő pedagógus Kecskeméti Alexandra. Zongorán kísér Dobos Mihály Ödön.
fellépő, Cseke Anikó, 6. A-osztályos tanuló. Zongora játékának címe Song of Silence. Felkészítő pedagógus Fedinec Miroslava. Kérem, fogadják szeretettel az első osztályos gyerekek műsorát. Verset mond Barta Ádám Levente, Serdült Olivér, Szilágyi Csongor Álmos, Szilágyi Kende Vajk, Sári Antal Bence és Bagi Zoltán. Bala Piroska, iskolába indok, hallod a szél mi susog, iskolába indok. Furcsa ez a változás, nem leszek már oldás, visszahúznék a szívem, mert azóta is szerettem. Izgulok és úgy érzek, tudom, megnőttem. Szeptembertől tanulok, írok majd és olvasok, figyelek és kérdezek, feladat már rengeteg. Az is nagyon érdekel, tanítom majd meg öle, lesz dicséret, biztatás, beszélgetés, kacagás. Barátkozni is fogok, ha akarok, játszhatok. Azt mondta az ó néni, jó dolog az iskola. Mindig őszinte velem, ezért ne kell hiszem. Hallod a szélmi susok, első osztályos vagyok. Halihó, halihó, iskolába menni jó. Táskámban már mindenben. Összes könyvem füzetem, kréta egyet vonalzó, sok kincsem van, csoda jó. Tavasszal az óvodába daduskámtól elbúcsúztam, de hogy vártam szeptemberre, mégis eljött ma reggelre.
Szívesebben labdáznék még, bujócskáznék, kirándulnék. Tegnap még a játszótéren szaladgáltam, nevetgettem. Ma megmegyek iskolába. Rajtam van a hátitáska, betűk száma, gazdasága. Engem csábít hódításra. Most én bátran bemegyek, rám vár ez a sok gyerek. Hamarosan játszótársak leszünk, azután barátok. A tanítónéni rám mosolyog, én már iskolás vagyok. Fekete Zoltán évnyitóra, Macis táska hátamon, szorongás szívembe, mintha a nap fenn az égen nem ugyanaz lenne. Feküdj Bodri a lábamhoz, cica az ölembe, vallassuk meg ezt a táskát, lássuk mi van benne. Ceruzattól füzetek, és könyvek galmadája, aki nyitjuk, tátva maradt cica kutya szája. Itt meg betűk, írka, firka, semmi rendszer benne, bogár, hangya, tücskök, halma összekeveredve. Olyan ez az egész, mintha mesevilág volna. Összeraknám minden titkuk, mindjárt megoldódna. Nem elég csak megugatni, dorombolva nézni. Valáspázától majd hozzá a tanítóni. Szalai Borbála, Csacsi. Nőtt a csacsi, növekedett, nagy csacsival cseperedett. Azt mondta az anyukája, beíratlak iskolába. Tanulj fiam, okosodjál, lusta szamár ne maradjál. Így került az első B-be Csacsi család csemetéje. Vettek neki könyvet, írkát, kalamár is, tollat, tintát. Táskát is egy szép nagyot, abba mindent berakott. Reggelenként útnak eredt a nagyfülű csacsi gyerek. Sietett, hogy idejében ott legyen az első B-ben. Gondtalanul nyargalászva, ment mindig az iskolába. Hátán vitte tudományát, a hatalmas teli táskát, mert a csacsi úgy gondolta, a tudományt abban hordja. Teltek, múltak napok, hetek, a sok kicsi elsős gyerek. Az ABC-t megtanulta, már az egyszer egyet fújta. A csacsi meg minden este a könyvét a feje alá tette. Azt hitte a tudománya, így vándorol buksiába. Tanulni biz nem volt kedve, sose tudta mi a lecke. Ült a szamárpadba, kalimbált a füle nagyba. Csacsi család fiacskája az első B-t ötször járta. Tudományra is sem ragadt, bizony jó nagy szamár maradt. A kabai néptánc tanítása Sári Melinda Katalin vezetésével 11 éve indult el. Jelenleg 5 tánccsoport, 4 citeracsoport és 3 énekcsoport működik az egyesületben. Létszámuk közel 70 főt számlál. Most iskolánk tanulóinak műsorát láthatják. A Köves énekcsoport Szabolcs-Szatmári énekcsokrot énekel. Felkészítő pedagógus Tótné Bene Judit. A hajnalcsoport bodrogközi táncokat ad elő. A koreográfiát betanította Tóth Balázs Zsolt. Csoportvezetők, felkészítők, Nagyné Kis Anita és Kis László.
kimentem a kútra, oda jött a szeretőm a barna. Ha oda jött, bánom is, meg nem is, megélek a tornyos pálci málészájú legények nélkül is. Megélek én az alma szagával, szomszédasszony szép barna fiával. Eltörött a mi szerelmünk lánca, tornyos pálcán nincsen olyan kovács, aki összekalapálja. Varga a zsuzsa, bőszoknyája, sejrom, recece, megakadt egy csipke fába, sejrom, recece. Nem a csipke fa fogta meg, sejrom, recece. Marci Miska markolta meg, sejrom, recece. Ered Miska a szoknyámat, sejrom, recece. Ne szomorítsd az anyámat, sejrom, recece. Megvan az már szomorítva, sejrom, recece. Fekete gyászba borítva, sejrom, recece. Idesanyám, lánya vagyok, úgy járok, ahogy akarok. Megfogom a szoknyám szélit, úgy megyek az utcán végig. Az én uram olyan kedves, amit főzök, minden szeret. Megsütöm a csirke szárnyát, csókkal adja rá az áldást. Az én uram akkor döcög, mikor én puliszkát főzök. Megleli a görcsöt benne, kanállal ad a fejemre. Megleli a görcsöt benne, kanállal ad a fejemre. Ihajla, ezt a kislány nem az anyja nevelte. Ihajla, zöld erdőben a vadgalom költötte. Nem kelnék ki édesanyja, tiszta fehér Dunája. Ihajla, betakarja szeretője Subája. Ihajla, ez a kislány mennyasszony lett a nyáron. Ihajla, rózsakonyhát rakott az ő hajából. Kerekkonyhát, rózsakonyhát, hely, de sokan megnézik. Ihajla, a faluban hely, de sokan irigylik. Hopp, Sárinka, Sárilinka, sej, gyere vélem egy pár táncra. Sej, gyere vélem egy pár táncra. Fogd a kontyot, hogy ne lógjon, sej, hogy a hajtűt ki ne hújjon, sej, hogy a hajtűt ki ne hújjon. Így a
ünnepségünk végén kérem, énekeljük el közösen a szózatot. Megkérem kedves vendégeinket, hogy a tanulók elvonulása után fáradjanak az iskola épületébe, a tornaterembe. Az elvonulást a zászlósok kezdik. Őket követik az elsősök. Kérem a szülőket, biztosítsanak helyet az elsősök megfelelő levonulásához. A felsőbb évfolyamosok az osztályfőnökök irányításával a folyosón át vonulnak ki. Köszönöm megtisztelő jelenlétüket!